Köszönjük, Uram. Dicsőség neked. Köszönjük az igazságnak a szavait. Thank you for the words of truth. Köszönjük neked a szeretetnek a szavait. Thank you for the words of love. Az életnek a szavait. The words of life. A valóságnak a szavait. The words of reality. Köszönjük, Urunk. Thank you, hogy a te szellemed szól hozzánk. Let your spirit speak to us. Szelíden. Kindly. Halkan. Softly. De valóságosan. Gently, but in a very real way. Köszönjük, Istenünk. Thank you, Lord. Te áld meg a közösségünket a te ígédben most. We ask you to bless our fellowship in your word. Amen. 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 Hogyha esetleg, még mielőtt leülnétek, before you would sit. Hogyha esetleg hátul vagy, és onnan nehéz figyelned, akkor kérlek nyugodtan gyere előre, használd ki ezt az időt. If you are sitting in the back, például tizenévesek, akár testületileg előre jöhettek. Láttam, az előbb nehéz volt figyelnetek, ott ültem mellettetek. Többiek, bárki, nyugodtan gyertek kérlek. Gyertek kérlek előre. Oké, kérlek addig is, amíg így vagyunk, nyissuk ki a Bibliánkat. And as we are standing, please open your Bibles. Róma 1-nél. In Romans chapter 1. Hát, Róma 1, olvassuk ezt el. Romans chapter 1. Oké, és... Oké, és ha már ott vagytok, akkor lapozzatok Lukács 4-hez. Bocsánat. I'm sorry, and while you are there, please turn to Luke chapter 4. Oké, Lukács 4. So, Luke chapter 4. És hallottunk már erről ebben a pár napban. And we have heard about this in these couple of days. 7. vers. Verse 7. Azért, ha te engem imádsz, if thou therefore wilt worship me, mindez a tied lesz. All shall be thine. És aztán Róma 1. And then Romans chapter 1. A 15. vers. Verse 15. Azért, ami rajtam áll. So as much as is in me. Kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. I'm ready to preach the gospel to you that are at Rome also. És imádkozom még egyszer, drága Let's Urunk. Let's pray one more time. Dear Kérünk Father, téged. We ask you. Szólj hozzánk. To speak to us. Ezekből a szavakból. Through these words. A te beszédeddel. With your words. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. 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 Foglaltok helyet. Please take your seat. Köszönjük, Pásztor János, hogy... Thank you, Pastor János. Az ottani istentisztelet helyett inkább itt vagytok, és for being here instead of being szolgáltál there, felénk. And that you minister to us. Ez nagyon bátorító volt. This was very encouraging. És tegnap este nagyszerű esténk volt, nem? Last night was a great night, didn't we? Nem? Nagyszerű esténk volt, Isten kegyelme. Kik voltak? Várjunk, Pastor Graham. Pastor Graham. Pastor Dulo, és aztán Pastor Steve. And Pastor Steve. Micsoda áldás volt. What a great blessing that was. Micsoda bátorítás volt. Arra gondoltam, ahogy Isten összefűzte az üzeneteket. And I was thinking how God linked the messages together. Annyira gyönyörű volt. It was so beautiful. Tényleg a szellem egysége. Really the unity of the spirit. Tudtam, hogy nagyszerű este lesz már a délután is. Even in the afternoon I knew it would be a great evening. Eszméletlen neki állt fájni a fejem. Because my head started to ache terribly. És aztán azt mondtam, hogy na jó. And I said, okay. Akkor ott leszek és figyelek. Then I will be there and pay attention. Biztos, hogy oka van. Because I'm sure it nem tudom, van ez a hozzáállásod néha? Hogy az ellenség csinál valamit, attitude sometimes that the enemy is doing something, hey, say, tudod, ezt most megbosszulom. I'm going to revenge that. Enyém a bosszúállás. Revenge is mine. Akkor is figyelek. I'm going to akkor pay is imádkozom. I'm going akkor to is járok anyways az Úrral. I'm going to walk with akkor Lord is szed, csak azért is szelíd leszek. I'm going to be meek. Csak anyways azért is. Anyways. És ez nagy szükségünk van rá sokszor. We need this many times. És sok minden valamit szeretnék elmondani. There are many things I would like to share with you. És nézzük csak, ritkán csináljuk ezt. We don't do this many times. De néha igen. But sometimes we do. Úgyhogy ezt most angolul fogom prédikálni. He's going to preach in English. Eszter csalódott. és ezt néhány okból tesszük. We do this for a few, some reasons. Egyrészt szeretetből a nemzetközi tagok felé a gyülekezetünkben, akikért nagyon hálásak vagyunk szintén. We do it
because of love for our international body members here. Másrészt meg mindannyian kipróbálhatjuk, hogy milyen az, amikor ők hallgatják az üzenetet. And also we can test how it is when they are listening to the message. Okay, so Luke 4. Hát Lukács 4. Luke 4:7. Lukács 4:7. Would like to concentrate on just the second part of the verse. A vers második részére szeretnék összpontosítani. And it says, ami azt mondja, all shall be thine. Hogy minden a tiéd lesz. All shall be thine. Minden a tiéd lesz. All shall be thine. Mindez a tiéd lesz. Minden. Everything. Minden. I will give you everything. Mindent neked adok. Everything. All of these kingdoms. Az összes királyságot. All of this power. All of this authority. Összes hatalmat, az összes tekintélyt. I will give you everything. Mindent neked adok. Down to the last thing. A legutolsó dologig. You know, every crown, minden every korona, kingdom, minden királyság. You know, everything will be yours. Minden a tiéd lesz. And it's a great thought. És ez egy nagyszerű gondolat. From the devil. Az ördögtől. Because it really chimes with the heart of man. Mert tényleg kihívás elé állítja az ember szívét. It really challenges us. Tényleg kihívás elé állít minket. And there is a, you know, there is a similar resonance in our hearts. És van egy hasonló rezonancia a szívünkben. You know, like he says, everything will be yours. Azt mondja, minden a tiéd lesz. And there is something in my heart that és says. Van valami a szívemben, ami azt mondja. Yeah, igen, give it to me. Igen, add nekem. Yeah, I would love to have that. Igen, szeretném yeah, ezt megkapni. I desire that. Igen, erre vágyom, hogy minden yes az enyém legyen. Would I like 1 billion forints? Yes, I would love szeretnék it all. Szeretnék 1 millió forintot? Persze, szeretném mindent. I would love more than that if sőt, I could. Még annál többet is, ha lehetne. I would love, you know, I would love everything. Mindent szeretnék megkapni. And the enemy knows this. És az ellenség and tudja this ezt. This is why he spoke like that to the és Lord. És ezért beszélt így az Úrhoz. He said, all will be yours. Azt mondja, minden a tiéd lesz. Because he knew mert tudta, that the human heart, hogy az emberi szív, there is something in the human heart van valami az emberi szívben, that wants it all, ami mindent akar, that wants everything, ami mindent akar. And here is a question. És itt van a kérdés. Am I called to all? El vagyok-e hívva, hogy mindenem meglegyen? Are we called to have it all? Arra vagyunk elhívva, hogy mindez meglegyen nekünk. Really? Tényleg, igazából? Are we? Just think about it. Csak gondolj bele. Is that man's place in the universe? Ez az ember helye a világegyetemben. You know, like, are you called to have all power? Arra vagy elhívva, hogy minden hatalommal bírj? You know, do you think you could manage all the star systems? Gondolod, hogy tudnád menedzselni az egész az összes galaxist? You know, like, could you make sure that gravity remains constant? Tudnád-e biztosítani, hogy a gravitáció egyenletes marad? You know, could you make sure that the iron core of the Earth will remain the right, you know, just the right composition? Tudnád-e biztosítani, hogy a Föld magmája megfelelő összetételű marad? You know, just to give the right magnetic field that protects us but doesn't kill us. Vagy hogy meglegyen a megfelelő mágneses mező körülöttünk, de mégse jöjjön meg minket. You know, like, is that really what we were called to? Tényleg erre vagyunk mi elhívva? And the answer is, of course. És a válasz nyilvánvalóan, it's ridiculous. Hogy ez nevetséges. We are not called to be all. Nem arra vagyunk elhívva, hogy mi legyünk a minden. It is folly. Ez hibás, téves. It is folly that wants to be all. Téves, aki minden akar lenni. But if I would have the offer made to me, de hogyha nekem ajánlanák ezt fel, what would I say? Mit mondanék? And the enemy says, és az ellenség azt mondja, if you just worship me, ha csak imádnál engem, if you just bow down, if you just worship me, actually ha te leborulnál előttem, ha engem imádnál, actually it says, if you just bend the knee, igazából azt mondja, ha csak térdet hajtanál, if you just bend the knee, please, ha csak térdet hajtanál, just a little kérlek thing. Csak egy apró dolog. If you you know, like, actually in Matthew, Mátéban, it is a lot more blunt. It's worship me. Sokkal nyilvánvalóbban azt mondja, hogy imádj engem. But here it says, de itt azt if mondja, you just do this little thing, ha csak ezt apró dolgot megtennéd, if you just bend the knee before me, ha csak térdet hajtanál előttem, and you know, and it's kind of delicate the way he puts it. És kicsit finoman fogalmaz. And he says, és azt mondja, admit that I have authority, hogy ismerd el, hogy van tekintélyem. And you know, honor that authority. És tartsd tiszteletben ezt a tekintélyt. Honor that authority, because I have authority. Mert van tekintélyem. And he's not asking Jesus. És nem arra kéri Jézust. For Jesus to say, oh, you're perfect. Hogy Jézus azt mondja neki, hogy ó, te tökéletes vagy. No, he's asking, just honor me. Csak tisztelj engem. Just honor. It's such a little thing. Ez egy kicsin dolog. It's such a little thing. Kicsin dolog ez. And that's how
this offer is made to us. És így hangzik ez az ajánlat nekünk is. It's a small thing. Egy apró dolog. And it will give you so much. És annyi mindent hoz tőle. Do this small thing for me. Csak egy kicsi apró dolgot tegyél meg értem. You know, just divert from the truth a little bit. Csak egy kicsit szakadj el az igazságtól. Just give up a little bit of a conviction. Csak egy apró meggyőződést adj fel az életedben. It's like just have a little bit of that world also. Hát igen, csak egy kicsit fogadj el abból a világból. You know, why couldn't you have? Miért ne lehetne the best of both worlds, says Satan. Sátán azt mondja, miért ne kaphatnád meg a legjobbat mindkét világból? You know, you can be here, you can be there in church, it's fine. Járhatsz gyülekezetben, mert rendben it's okay. van. Rendben van. It's okay, be there, it's fine. Legyél ott, yeah, nem they baj. Say good things, it's okay. Persze, jó dolgokat mondanám. But also, de ugyanakkor, but also, ugyanakkor, have your heart with me. Legyen velem have a szíved. Your desires with me. Legyenek velem a vágyaid. You know, think with me. Velem gondolkodj. How life should be lived. Hogy hogyan kéne élni az what életed. What goals are worthy to pursue. És milyen célokat érdemes you know, think with követni. Me. Have this in your heart. Gondolkodj velem, legyen meg you know a szívedben. És tudod mit? I can give you all. Mindent neked I can adhatok. Give you all. Mindent neked and, adhatok. And I love that message Pastor János just shared. És nagyon tetszett az üzenet Pastor Jánosról. Because it's so fake. Mert annyira hamis. That all that he offers minden, us. Amit felajánl nekünk. And I don't need to go there because he already shared it. És nem kell erről beszélni, mert ő már elmondta nekünk. But you know, but this is a great thought. De ez egy nagyszerű gondolat. The enemy says you can have all you want. Az ellenség azt mondja, hogy megkaphatsz mindent, amit but akarsz. But do we want all? De akarunk mi mindent? Do we want all? Akarunk mi mindent? Really? Tényleg? To live on top of the world. Hogy a világ tetején éljünk. You know, be the best of it. Hogy én legyek a legjobb benne. You know, it is a possible goal. Igen, ez egy lehetséges cél. But it's not worthy. De nem méltó. It's not worthy of our whole life. Nem éri meg, hogy az életünket feltegyük rá. Really, our life is worth so much more with God. Az életünk annyival többet ér Istennel. Than that goal. Mint az a másik like, cél. Like even if you succeed. Még akkor is, sikerülne. Even if you build a kingdom of your own. Még akkor is, hogy felépítheted a saját királyságodat. It doesn't matter how. Nem számít, you know, hogy hogyan. A kingdom of relationships, friendships. Legyen ez a barátságok, kapcsolatok you know, királysága. I had a relative in Nagykanizsa. Volt egy rokonom Nagykanizsán. And he knew everybody and their brother. És mindenkit ismert, és még a testvéreiket is. You know, it's like you had a problem with the police, a rendőrséggel. He knew just the right guy to take care of it. Ismert a pontosan megfelelő embert, hogy ezt elsősorban. You know, you needed furniture cheap. Hogyha olcsón volt szükséged bútorra, he knew just the man. Pontosan tudta, hogy kire van szükséged. You needed some money for a while. Hogyha pénzre volt szükséged egy időre, tudta, hogy kihez kell fordulni. He built a kingdom for himself. Ő épített egy királyságot magára. And he had all the relationships just right. És minden kapcsolata rendben a volt. A true son of this world. Igazi. A true son of this world. Egy igazi fia ennek a világnak. You know, and he built a kingdom for himself. Épített magának egy királyságot. Maybe another kingdom. Vagy lehet egy másik királyság. Another kind. Egy másik maybe fajta you're királyság. The smartest of the bunch. Lehet, hogy te vagy a legokosabb. It's possible. Lehetséges. You know, who could that be here? I don't know. Well, maybe Vilmos in the back. He's really smart. Maybe you are also. I just don't know it. It's possible. I don't know the difference really. But you know, but building a kingdom like that. De építhetek ilyen királyságot is. You know, and I'm the smartest. Hogy én vagyok a legokosabb. And you have to value me. És neked, and that's my life. And that's my életem, és ez az én mindenem. And I have it all. És minden az enyém. Hogyan? I'm beautiful. Gyönyörű vagyok. And I can get by that. És ezzel jól elérdekélek. I had a student once. Egyszer volt egy diákom. She was smart. Okos volt. She was pretty. Csinos. She was blonde. Szőke. And you know and she explained to me. És elmagyarázta nekem. You know, the police pulls me over. Hogyha a rendőrség leállít. I just act pretty and dumb. Úgy csinálok, mint aki okos és buta. No, I just act pretty and dumb. Csinos és buta. And you know, and eventually they just say, all right, and they let me go. És aztán azt mondják, na jó, van, mennyi. You know, and she was building it, you know. And erre épített. And you know, like, how do we build that? Hogyan építjük ezt? And the enemy says, és az ellenség azt mondja, good. That's how you should do it. Így kell csinálni. That's how you should do it. Így kell csinálni. I can give you all. Mindent neked adhatok. If you just. Hogyha csak. Trust this. Bízol benne, if you ebben. Just place your heart here. Hogyha csak ide helyeznéd a if szívedet. If you just seek me first. Hogyha engem keresnél először. If you just do this one thing. Hogyha megtennéd ezt az egy dolgot. Just bow your knee. Csak hajtsd meg a térdedet. And admit. És ismerd el. And my will is submitted to yours. Hogy az én akaratom alá legyen vetve a tiédnek. Satan.
ó, sátán. Of course we don't say that. Persze nem mondjuk ezt. But we build. De and we are challenged építünk, to build. És ki vagyunk hívva, and our hearts hogy erre építsünk. Agrees to it. És a szívünk valamennyire egyetért ezzel. A szívünk mondhatná, igen. It's so little that is asked and there is such a great dividend. Olyan kicsit kérnek tőlem. And olyan nagy vasztalék. Such great profit, doesn't matter. Olyan nagy a haszna. You know, it's you know, it doesn't matter. Nem számít. Why not do that? Miért ne tegyük ezt? And why not give up just a little bit? Miért ne adjunk fel csak egy picit? And what a thought. Milyen gondolat. Do we want all? Akarunk mi mindent? Do we want it all? Akarjuk mindet? And as we think about this, és amit ezen gondolkodunk, we come to that verse in Romans 1:15. Eljutunk ehhez a vershez, Római 15-ben. Paul said, Pál azt mondja, the apostle Paul said, Pál apostol ezt mondja, as much as in me is, amennyire rajtam áll, as much as in me is, amennyire rajtam áll, as much as I have a gift, amennyire ajándékom van, as much as I have the capability to do this, amennyiben bennem van ez a képesség, as much as God has given it to me to be a blessing, amennyire Isten nekem ad, hogy áldás legyek, as much as he made me able to do this, amennyire képessé tett engem, as hogy much ezt tegyem, as in me is, amennyire rajtam áll. And this is great. És ez nagyszerű. What a great thinking. Milyen nagyszerű gondolkodás ez, hogy így gondolkodjunk. It's like Romans 12:16. Mint Róma 12:16. It says, set not your mind on high things. Azt mondja, ne gondolkozzatok a túl magas dolgokkal. You know, not thinking of great things. Ne gondolkodjatok but túl magas dolgokkal. The great apostle. De Pál apostol. Was a greatly humble man. Nagyon alázatos ember and volt. And he really was that way. És tényleg he ilyen said, volt. He said, as much as in me is. Amennyire rajtam áll. And I think I have a gift. És úgy gondolom, van I think ajándékom. I have something to give you. Van valami, amit adhatnék nektek. I think it's Romans 1:12. És azt mondja, ez Róma 1:12. And something to receive from you. És hogy tőletek is kapjak valamit. And you know, and as much as in me is, I will minister. És amennyire rajtam áll, szolgálni but fogok. But not more than that. De nem több, ennél többet I'm nem. I'm not all. Én nem vagyok I'm a not minden. Everything to everyone, nem én vagyok really. A minden mindenkinek. I don't igazából. Satisfy everybody's needs. Én nem tudom that's mindenkinek a szükségét betölteni. Nem that's ez az én helyem. Nem ez az I cannot én elhívásom. Control everything. Én nem tudok minden fölött uralkodni, és nem is vagyok erre elhívva. I cannot win every soul. És én nem tudok minden lelket megnyerni. I'm not called to that. És nem is vagyok but erre as elhívva. Much as in me is. Hanem amennyiben rajtam áll. And God works greatly in us. És Isten hatalmasan munkálkodik bennünk. Sometimes we're afraid to say this, I believe. Néha félünk kimondani, because, hogy hiszek. Because we fear that our life will be limited there. Mert félünk, hogy az életünk be lesz ide korlátozva. You know, I don't want to say, nem akarom mondani, I want to seek the Lord first. Hogy én az Urat akarom keresni elsősorban. Because I fear that my life will be too limited here. Mert úgy gondolom, hogy az életem le lesz korlátozva. I don't want to say, nem as much azt mondani, as in me is. Hogy amennyire rajtam áll. Because then, you know, maybe that's too little. Mert hát, I want to do kevés. More. Én többet akarok csinálni. I want to serve more. Én többet akarok I want to help more. Többet I want to care more. Többet szeretnék törődni. You know, more than that. Többet, mint ami but rajtam really, de igazából, agreeing with God, egyetérteni Istennel, it is never a limitation of our lives. Ez soha nem korlátozza le az életünket. But it is an expansion of it. Hanem igazából kiterjeszti it is azt. Where we grow. Ez az, ahol növekedhetünk. It is an awesome place. Ez egy csodálatos hely. Agreeing with God. Egyetérteni Istennel. And Moses could have said, Mózes mondhatta volna a bokornál. You know, what are you talking about? Miről beszélsz? Giving up the sheep? Feladjam a juhokat. Giving up the, you know, giving up the peaceful life I have? Feladjam ezt a békés életet, amit élhetem. You know, what if I never see my family again? És ha soha többet nem látom a családomat. You know, what if I, you know, it's like, should I do that? Tényleg ezt csináljam? But looking at his life. De ránézve az életére. Now we say, most azt mondjuk, that would have been foolish. Ez bolondság lett volna. Because when he gave all that up, mert amikor mindezt feladta, and he said, okay, God, amikor azt mondta, rendben is, as much as in me is, I will walk in your will, amennyire rajtam áll, a te akaratodban fogok járni. You know, his life, az ő élete, just grew to something amazing. Valami csodálatossá növekedett. We would never know about Moses had he said no at that point. Soha nem tudnánk Mózesről, hogyha akkor nem right? mondott volna, így van. Right? We would never know it. Nem tudtam who that róla, person is. Hogy ki ez az ember? But he said. De ő azt mondta. Yes. Igen. I want this life. Igen, akarom ezt az that's életet. That's an awesome place in our lives. És ez egy csodálatos hely az életünkben. To be able to say this. Hogy képesek legyünk ezt and kimondani. There is a calling to us. És van egy elhívás and számunkra. That calling, és ez a hívás says, azt mondja. Well, you know,
Be something greater. Legyél valami nagyobb. Be all. Legyél minden. Be all. Legyél minden. And that's not what we're called to. De nem erre vagyunk elhívva. And we as Christians should realize that. És mi mint keresztények ezt fel kell ismerjük. You know, this was the devil's failure. Hogy ez volt az ördög bukása. And this was his fall. Ez volt az ő bukása. He said, ő azt mondta, I am called to all. Hogy én mindenre vagyok hívva. In the place of God. Én nekem kell Isten helyén állnom. And really he wasn't. És igazából nem tette, nem tehette. And then this goes on in our nem life. Nem volt erre elhívva, és ez van a mi életünkben is. You know, what are we called to? Mire vagyunk mi elhívva? And it's not all. Nem a mindenre. But it is a specific place in his plan. Hanem egy pontos helyre az ő tervében. 1 Corinthians 12. 1 Korintus 12-ben. We read about this. Erről olvashatunk. Paul makes some great statements, if you would turn there with me, please. Pál nagyszerű dolgokat mond itt, hogyha odalapoznátok velem. And he says, azt mondja, if the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole were hearing, where would the sense of smell be? Ha az egész test szem, hol a hallás, és ha az egész hallás, hol a szaglás? And verse 18, but now God has placed the members, each one of them, in the body, just as he desired. Aztán 18. Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. This is great. Ez nagyszerű. Sometimes. Néha. I mean, there is this temptation. Ott van ez a kísértés. I want to be all in the church. Hogy én szeretnék lenni minden a gyülekezetben. After all, I'm the pastor. Hát végülis én vagyok a pásztor. You know, I should be everything. Akkor nekem kéne mindennek lennem. No, I should be the pastor. Nem, nekem a pásztornak kell lennem. You know, but I make a mistake in this. De hibázom ebben. And we can. És megtehetjük. We can think. Gondolkodhatunk. I could do better. Hogy csinálhatnám jobban. Ezt I can control everything. Minden nekem in the kell church. Irányítanom. I can do it just right. És tudom, this is jól how it should be. Mert ennek így kell lennie. And we don't realize és nem veszük that észre, we have a portion, hogy van egy részünk, but that portion is balanced by many others. De ezt a részt sok más rész kiegyenlíti. And that's the body, really. És igazából erről szól Krisztus and teste. And we miss out on the life of the body. És lemaradunk Krisztus testének because életéről. Because everything should be my way. Mert hogyha minden úgy kell legyen, ahogy én akarom, and then, akkor, you know, no one else is really acceptable to me. Akkor igazából már senki but más what nem a great elfogadható számomra. De milyen God nagyszerű has placed the members. Dolog, hogy Isten elhelyezte a tagokat. Job 42. Job 32:3-ban. Job says, Job azt mondta, who is he that hideth counsel without knowledge? Ki az, aki elrejti a tanácsot ismeret nélkül? Therefore I have uttered that I understood not. És ezért beszéltem, és ezért nem értettem. Things too wonderful for me, which I knew not. Dolgokat, amik túlságosan csodálatosak voltak. At things that I do not understand. Dolgok, I spoke of something that I didn't understand. Sorry. Voltak dolgok, amikről beszéltem és nem értettem. Bocsánat. You know, can we accept this? El tudjuk ezt can fogadni? We think like this? Tudunk így gondolkozni? There are things too marvelous for us. Hogy vannak dolgok, amik túl csodálatosak számunkra. There are things that are too wonderful for me. Amik túl nagyszerűek számomra. There are things dolgok, that are way beyond me. Amik messze meghaladnak. And one of engem. Them is the church. És az egyik ilyen a gyülekezet. You know, one of them is my sister. Az egyik ilyen az én testvérem. You know, I am not here to understand her. Nem azért vagyok itt, hogy őt megértsem. I'm not here to control her. És nem azért vagyok itt, hogy irányítsam őt. But she is awesome. De ő nagyszerű. She has a life with God. És van egy thank élet you, Lord. Istennel. Köszönöm Istennel. You know, the Bible. Van a, it van is too marvelous for me. Ez túl csodálatos. And that doesn't számomra. Mean I'm throwing it out and I'm not reading it. És ez nem azt jelenti, hogy kidobom és nem olvasom. That doesn't mean I don't want to get to know her. És ez nem azt jelenti, hogy nem akarom őt megismerni. That doesn't mean I don't want to be part of the body. És ez nem azt jelenti, hogy nem akarok része lenni a testnek. But I have to have a marvel, a wonder. De kell, hogy legyen that ez Pastor a Steve spoke about on Wednesday, actually. Amiről Pastor Steve beszélt szerdán. And you know, and that needs to be there in my life. Ott kell legyen and ez I a csodálat az életemben. És szükséges, hogy el tudjam mondani. I am not all in all. Hogy nem én vagyok a minden mindenekben. Ephesians 1:23, it's someone else. Efézus 1:23-ban ez valaki más. It's the Lord, amen. Ez az Úr, így van. That's how we think. És így gondolkozunk, hogy az he Úr knows az. It. Ő tudja. I don't understand és én nem értem. And it's hard for me, maybe. Lehet, hogy ez nehéz nekem. But this is where I'm to think. De itt így kell gondolkodnom. Proverbs 12:11. Példabeszélek 12:11. It says, he that tills his own land will be filled with food. Azt mondja, hogy aki felszántja a földjét, betelik étellel. But he that follows vanities. Aki a viszont a hiába valóságokat követi, az bolond. And that's really so.
És ez tényleg I think of something. Én gondolok valamire. That is too high for me. Ami túl magas nekem. Psalm 131. 131. zsoltár. I think of something too high for me. Hogyha olyan dolgokra gondolok, amik túl magasak nekem, és azt gondolom. That's how it should be. Hogy ennek így kell lennie. And I think. És úgy gondolom. I'll do that. Hogy majd én megcsinálom. And I think. És azt gondolom. I'll control my life. Ó, majd én uralkodom az életemen, irányítom az életemet, és úgy gondolom, let meg tudom csinálni. Let me do it, Lord. I know it better. Én, Uram, én ezt jobban tudom. And then. És aztán. I am not filled. Nem vagyok betöltve. I read about this rich man. I'm not sure if it was Rockefeller. Olvastam egyszer egy nagyon gazdag emberről. Nem vagyok benne biztos, hogy Rockefeller volt. But on his deathbed, this rich man. De ez a nagyon gazdag ember. What do you want? You have everything. Halálos ágyán volt, és megkérdezték, hogy közel volt a halálához, és megkérdezték, mit akarsz? And he said, more money. És azt mondta, még több pénz. More money. Még több pénz. Well, that's the one thing you're not gonna get. Ez az, amit nem fogsz megkapni. You know where you're going? There is no more money. Ahova te mész, ott nincs több pénz. There is a very little wooden box. Csak and maybe nagyon, it's a very nice wooden box, but it still is a wooden box. Nagyon szűk kis fa doboz, és lehet, hogy nagyon szép és csinos, de akkor is csak egy fa doboz. You know, and all your money will go to someone else. És minden pénzed valaki másra száll. But you know, it's a fool. De ez really, tényleg egy bolond. Who thinks like that? Aki így gondolkozik, who says, aki azt mondja, I can have it all and I want to have it all. Hogy mindent megkaphatok, és and meg this is the temptation kapni. Of men és ez to have more than what God has intended for us. Hogy többet akarjunk, mint amit and, Isten szánt nekünk. And this whole thing just didn't touch Jesus. És ez egész nem érintette Jézust. Why? Miért? Because he did not want more. Mert nem akart többet. Because he had it all. Mert minden az övé and volt. He knew that he had tudta, it all. Hogy minden and az övé. He couldn't have more. And he said, I don't want more. I am in the place where God wants me. Ott vagyok azon a helyen, ahol Isten in the place where God wants me. I am the Savior of the world, and I'm going to the cross, and that's the place where I want to be. And maybe God has called you to lay down your life for someone else. Azt akarja, hogy letted az életed valaki másért. And there you are, laying down your life. És ott vagy, és leteszed az életed. And that other person, you know, is just cleaning his shoes on you. Akiért leteszed az életet, hogy you know, he's cleaning his shoes on you. Beléd törli a cipőjét. Yeah, no, and he doesn't even notice you're there. És észre sem veszi, hogy ott vagy. And then someone comes. És aztán jön valaki. And says. És azt mondja. You know, wouldn't you want something better? Nem akarnál valami jobbat? And then we can say és with conviction. Meggyőződéssel. No. Hogy nem. This is where God wants me. Itt akar I'm living Isten. At the cross. A keresztnél this is fine. Élek, this is my van. Call. If this ez is my call for now, this is fine. Hogyha ez az én elhívásom and mostanra, then maybe akkor at another time, és lehet egy másik alkalommal, you know, you are very firm about something. Nagyon szilárd vagy and you're saying, this is the conviction that we stand with. És azt mondja, and the person you're talking with doesn't like it. És az ember, akivel beszélsz, nem érti. He doesn't like it. Nem tetszik neki. And you know, and says, aren't you proud? És azt mondja, nem vagy te egy kicsit büszke? And then you can just say, és mondhatod nyugodtan a szellemben. No, this is the place where I should be. Nem, ez a helyem. The Lord has called me to this. Az Úr hívott this el engem is my erre. Place. Ez az én helyem. Wow. What a thought. Micsoda gondolat. Christ was like this. Hogy Krisztus is ilyen volt. John 10:17. János 10:17. You know, therefore does the Father love me. Ezért szeret engem az Atya. Because I lay down my life. Mert leteszem az életemet. That I might take it again. Hogy aztán újra felvegyem. And this is God's wisdom. Ez Isten bölcsessége. This is the thinking. Ez az a gondolkodás. He said no. Thank you, Satan. I don't want the whole world. Nem akarom az egész világot. I don't want it all. Nem akarom mindet. You know, there is Satan's program open. Sátán programja ott van nyíltan. You know, worship me. Imádj engem. That's what this world is for. Erről szól a világ. The beauty of it. Ennek a szépsége. The majestic buildings. A hatalmas épületek. You know, all that the world system has accomplished. Mindaz, amit a világrendszer elért. We put a man on the moon. Fölküldtünk egy embert a holdra. You know, with one push of a button we can kill millions and millions of people. Wow. És egy gombnyomás emberek millióit érthetjük ki. Hú. You, that's beautiful. Gyönyörű. It's like the world, yeah. Ilyen a világ, it's igen. Worth worshiping. It's worth bowing our knees and saying, yeah, I want to serve you all my life. Igen, érdemes meghajtani a térdünket és azt mondani, hogy igen, az egész életemet téged akarlak imádni. You know, yeah, sure. Ja, persze. You know, and it just like completely didn't touch Jesus at all. Jézus abszolút egyáltalán nem érintette. And that's beautiful. És ez gyönyörű. And that's how we are in this world. És így vagyunk ebben a világban. In, you know, it's what is the Father like? Milyen az Atya? John 10:15. János 10:15. Christ knew the Father and the Father knew him. Krisztus ismerte az Atyát és az Atya ismerte Krisztust. And that's how we are also. És ilyenek vagyunk mi is. We know the Father. Mi ismerjük az Atyát. And he knows us. És ő ismer minket. And we are saying.
És azt mondjuk, no thanks. Hogy nem, köszönöm. I don't need anything more. Semmi többet nem szükségem. I will work. Igen, fog dolgozni. Yes, I will be faithful at my job. Igen, hűséges leszek a munkámban. But I'm not, but that's not where my heart is. De nincs, nem ebben van yes. a szívem. Igen. I will live up to my commitments. Igen, teljesíteni fogom az elkötelezettségeimet, yes, kötelességeimet. But that's not where my heart is. De nem itt van a my szívem. My heart is with the Lord. Az én szívem az Úrral. And as much as in me is. És igen, amennyire rajtam áll. I live in this world. Ebben a világban walking élek. With Christ. Krisztussal as járva, much as in me is. Amennyire rajtam áll. I serve in the church. Szolgálom yes, a gyülekezetet. Igen. This is my place. Ez az én helyem. Yes, as much as in me is. Igen, amennyire rajtam áll. You know, I love and rejoice and walk. Szeretek és örvendezem, és Istennel járok. But in a great measure, de egy nagy mértékben it is up to God. Ez Istentől függ. It is his life in me. Ez az ő élet én bennem. In Ecclesiastes 2:10, Prédikátor 2:10-ben he said, azt mondja, whatever my eyes have desired, bármire vágytak szemeim, I did not hold back from that. Nem fogtam vissza. And whatever my heart wanted, és bármit akart a szívem, I did not hold back. Nem tartottam vissza tőle semmit. And that's how he lived. Így élt. And what did he say as a result of that? És mit mondott ennek eredményeképp? Yeah, he said, vanity. Azt mondta, hiába valóság. He said, vanity. Hiába valóság. But there is another portion. De van egy másik rész. In Lamentations 3:24. Jeremiás irámai 3:24-ben. It's the Lord. Az Úr azt mondja. It's the Lord. Az Úr. And that's our portion. És ő az én részem. And to finish, és hogy befejezzem, Lukás 4:7-ben az ellenség rulership. Irányítást ajánlott föl Jézusnak. He offered him reigning. Fölajánlotta neki az uralmat. And he said, reign. És azt mondta, uralkodj. And isn't that what Jesus is called to? És nem erre van Jézus elhívva? Isn't he called to reign? Nem arra van elhívva, hogy uralkodjon? Isn't he the King of Kings? Nem ő a királyok királya? Isn't he the Lord of Lords? Nem ő az uraknak ura? And the enemy said, az ellenség azt mondta, I'm going to give you neked adom what you're called to. Azt, amire el vagy hívva. You know, I'm going to give it to you. Neked adom. Without the pain. Without the cross. A fájdalom nélkül, a kereszt nélkül. Without death and resurrection. A halál és a feltámadás nélkül. I will give it to you. Neked adom. There is a shortcut. Van egy levágás, egy there, rövidebb there is a Christian life without a cross. És van egy keresztény élet a kereszt there nélkül. Is a shortcut. Van egy levágás. You can have egy rövidebb út. It's okay. You can have the same as they have. It's okay. Megkaphatod azt, ami nekik is van, rendben you know, van. Esther lives a great life. Eszternek nagyszerű élete she van. She lives at the cross. A keresztnél. She's a beautiful believer. Egy csodálatos she's hívő. A disciple. Egy tanítvány. Yeah, you know what? She had to pay a price for that. Ezért meg kellett fizetni az árat. But I can give it to you. De én neked adom. Without the price. Az ár nélkül. See me after service. Találkozunk Istenti szeret után. You know, it's like, you know, that's the enemy. Nem, ez az ellenség. And after service, he waits for us. És Istenti szeret után vár ránk, és ezt mondja nekünk. And he says, yeah, I want to give this to you. Azt mondja, igen, neked akarom adni. Come to me. Gyere hozzám. Without the cross. A kereszt nélkül. Without death and resurrection. A halál és a feltámadás nélkül. I can give it to you. Neked adhatom. But really, he cannot. Igazából nem teheti. Because it's a different kind of reigning. Mert ez egy másfajta uralom. And what an amazing bluff it is. És milyen hihetetlen blöffelés az egész. You know what he did at Luke 4:7. Amit itt mondott Lukás 4:7-ben. Because the Son of God could be the King of the world. Mert Isten fia lehetne a világ királya. By bargain. Üzlet által. And corruption. Korrupció által. And you know some other way. És valami más módon. But that's not what Jesus was here for. De Jézus nem ezért volt itt. He was here to be the ruler of this world. Azért volt itt, hogy a világ uralkodója legyen. By nature. Természet által. And by his conquest over Satan. És azáltal, hogy legyőzte Sátánt. And that's what he was here for. Ezért and that's jöttem. What we are here for. És ezért vagyunk and mi the enemy is itt. Says, és az ellenség azt mondja, okay, you have a safe place over here. Jól van, itt biztonságban vagy. You know, yes, this is a great place. Ez egy nagyszerű but hely. You know what? De tudod mit? There is something better over here. De itt valami jobb van. And you know what he wants us to do? És tudjátok, mit akar, he mit wants tegyünk? Us to put our weight over here. Azt akar, ide helyezzük a súlypontunkat. You know, to step off from the rock. Hogy leszálljunk a kősziklára. You know, to step over onto the
foothold that he gives us. Hogy ő abba az állásba álljunk, amiben ő, amit ő ad nekünk. And he says, here is success. És azt mondja, itt van a siker. Here is happiness. Itt van a boldogság. Here is riches. Itt van a this gazdagság. Is what you want. Ezt akarod. This is a visible thing. Ez a látható dolog. You can stand on this. Erre ráállhat. This is what you need. Ez erre van szükséged. And then, és aztán, when you're fully weighing on this, amikor már teljesen rátámaszkodsz erre, you know, then he says, okay, akkor azt mondja, now is the time. Na most itt van az here's idő. The other end of the carpet. Itt van a szőnyeg másik fele. You know, wham, you know, and there you go. And that's where you go. És ennyi and neked. He said, and he says, I have something better for you, but it's like that. És azt mondja, nekem van valami jobb számodra. Rule, és azt, reign, uralkodj. By merit. Érdem szerint. But that's not what Christ called us to. De Krisztus nem erre hívott minket. We are not here to live our lives like that. Nem azért vagyunk itt, hogy így éljük az életünket. Serve those in the church who deserve it. Szolgálj azok felé a gyülekezetben, akik megérdemlik. Szeresd azokat, akik szeretetre méltók. Be kind to those who can mean something, legyél kedves azokhoz, akiktől várhatsz valamit. You know, Gellért has nice cars. Let's be all nice to him. Gellértnek szép autói vannak. Legyünk kedvesek hozzá. You know, because of that. És emiatt. But we're not called to this. De nem erre vagyunk elhívva. Zsolti is a great servant of everyone. Zsolti mindenkinek megszerző szolgálja. If I'm nice to him, maybe he doesn't pull me down the next service. Hogyha kedves vagyok hozzá, akkor lehet, hogy nem rá. Maybe he doesn't pull my voice down the next ja, service. Ja, lehet, hogy nem halkít le következő istenti szeretném. You know, it's like, let's be nice to him. Legyünk kedvesek you know, hozzá. Let's live like that. And then we have a great human society in the church. És akkor lesz egy nagyszerű emberi társadalmunk itt a gyülekezetben. And we have brought the world right in our midst. És akkor behoztuk a világot ide közénk. But that's not what we're called to. De nem erre vagyunk elhívva. We are called to reign. Uralkodásra lettünk elhívva. By his merits. Az ő érdeme alapján. By what he did. Az alapján, amit ő tett. And then we can say. És akkor elmondhatjuk. As much as in me is. Hogy amennyire rajtam áll. I will walk. Járni I will serve. Járok, szolgálok. It is him. És ő ez. Amen. Az egész. Amen. Lord, we thank you. Urunk, köszönjük. We worship you. És imádunk téged. What an awesome God we have. Milyen csodálatos Istenünk van. You said no so easily to that attack. Aki olyan könnyedén nemet mondott erre a támadásra. Because you did not want to rule that way. Mert nem így akartál uralkodni. But you knew. Mert tudtad. What the Father had for you. Hogy az Atya mit tartogatott számodra. Was perfect. És hogy ez tökéletes volt. And Lord, please instill that in our hearts. Urunk, és kérünk, hogy ültesd el ezt a szívünkben. That we may think like that. Hogy mi is így gondolkozhassunk. In all of our days as believers on earth. Minden napon itt hívő életünkben a földön. Yes, Lord, we thank you. Igen, Urunk, köszönjük. Just worship you. És imádunk téged. We love you. Szeretünk téged. Oh, Father. Atyánk. If there is anyone here this morning, hogyha van itt bárki ma reggel, aki még nem tudja, your love personally, de akik nem ismernek téged személyesen, please draw them. Kérlek, hogy vond őket. És ha úgy vagy itt ma reggel, and if you are here this morning, hogy nem ismered Jézust, that you don't know akkor Christ, jöjj hozzá, then come to him, bízd rá a szíved, trust your add neki az életed, him, give him your life, mondj igen neki most, say yes to him now, mondd azt neki, and tell him, Uram Jézus, Lord, szükségem Jesus, van rád, I need you, ments meg engem, save me, neked adom az életem, I give my life to you, hiszek benned, I believe in you, rád bízom magam, I trust myself to you, kérlek gyere az életembe, please come into my life, és ments meg engem, and save me. És ha életedben először mondtad el ezt az imát, and if this was the first time in your life you said this prayer, kérlek csak egy pillanatra tedd fel a kezed, please lift up your hands for a second, as the church is praying, van-e valaki ma reggel, is there anyone here this morning, tedd fel a kezed, aztán tedd le újra, lift up your hand for a second and put it down again. Rendben, köszönjük Atyánk, thank you Father, áldunk téged és magasztalunk téged, we worship you and magnify you Lord, amen.